Ősszel 3 pontot veszített mindössze a Nyíregyházi Sportcentrum junior kézilabda együttese, tavasszal aztán makulátlan mérleggel lettek bajnokok. A játékosok szerint ez a sok munka mellett a csapatszellemnek is köszönhető. Nagyon sok év munkája van egybe. Úgy gondolom, nem egy heten dolgoztunk ezért, már 3-4 éve szeretnénk szép eredményeket elérni. De ugye 3. lett a csapat, de akkor megértük, hogy idén megnyerjük ezt a bajnokságot, és hál' Istennek sikerült is. A sportcentrumnál néhány hete a junior kosarasok szereztek bajnoki címet, a röplabdásoknál pedig több korosztályos csapat is a fináléba jutott. Ezek a srácok ebben a sportágban is egyszer eredményt elérték, ezzel bizonyították, hogy alkalmasak, jó sportolók, bárhol bajnokságot nyerni, ahhoz nagyon nagy küzdelem kell, sokszor kell felállni a padlóról, sokszor kell egymásért küzdeni, tehát ezért fontos, hogy ezt bebizonyították, és a következő lépcsőfok, még egyszer mondom, az a felnőtt csapatba való beépítés, hát az már a Varga Zsolték feladata lesz, de én úgy látom, hogy megvan a hajlandóság, tárgyalnak már a srácokkal, úgyhogy ez kiváló. A háttérben igyekeztek minden feltételt megteremteni a felkészüléshez, az utánpótlás igazgató abban bízik, sok fiatal a felnőtt csapatban is megmutathatja majd tudását. Még szorosabbá kell tennünk ezáltal a Nyíregyházi Egyetemmel a kapcsolatot, hogy egy olyan kínálatot tudjanak versenyzőinknek, sportolóinknak biztosítani, amely kecsegtető számukra. Ami a jövőt illeti, a szakmai stáb komoly kihívás elé néz, mivel a keret egy része tovább tanulás miatt máshol folytatja, nekik ez az aranyérem volt a búcsú ajándék. 3 éve együtt dolgozunk. Én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy nagyon szép ajándék számukra, egy befejezés, ha valaki esetleg nem folytatja tovább, de hogyha bárhol folytatja, bármilyen szinten, azért csak jobb ugye távozni egy klubtól, hogy na azért van egy aranyérem a zsebemben. A juniorok közül idén többen már az NKC felnőtt csapatában is játszhattak. A mostani aranyérem a felsőoktatásba felvételizőknek is jól jött, hiszen plusz pontokat kapnak az első helyért.